Nagyon sokan ismernek téged a térségben, mint a bátaszéki tűzoltóság parancsnokát. A szerencsétlenebbek mentősként is találkozhattak már veled, vagy pedig itt a gyógytornás stúdióban. Viszont ennél többet nem nagyon lehet róla tudni. Mesélj nekünk, honnan keveredtél te ide a térségbe? Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, és az én pályafutásom az igazából Egerből indult. Én Egerben születtem, és ott is nőttem fel. Gyakorlatilag a főiskoláig ott is éltem, oda jártam az egészségügyi szakközépiskolába. Édesanyám bérelszámoló TV-ügyi intézőként dolgozott, édesapám pedig szobafestő vállalkozóként. Tehát tökre nem volt közük az egészségügyhöz. És milyen érdekes, hogy a családban egyedüli egészségügyi dolgozóként tevékenykedem. Bátyám, ő mechatronikus mérnök, van egy 7 évvel idősebb bátyám, úgyhogy teljesen más terület volt. Azt gondolom, hogy gyerekkoromat tekintve egy teljesen abszolút átlagos gyerekkorom volt, egy kis panel lakásba nőttem föl, ami igazából mindent jelentette akkor nekünk, illetve nekem is. Nagyon-nagyon szerettem, és a mai napig nagyon-nagyon szeretem Eger városát. Mindig is tudtad, hogy te így az emberekkel akarsz foglalkozni, vagy hogy az egészség ugye a te utad? Ó, nem, tehát ez nagyon, tehát én nagyon-nagyon távol voltam az egészségügytől, bár hozzá kell tennem, óvodában már mentőautó volt a jelen, tehát ez egy ilyen kis érdekesség, és hát úgy látszik, ezt bevonzottam. Én általános iskolában viszonylag egy olyan lustább gyermek voltam, ami érdekelt, azt szívesen megtanultam, ilyen volt már akkor is mondjuk a biológia, a kémia, a fizika. De nagyon nagy dilemmában voltam, hogy milyen irányba is tendáljak, és az egészségügyi szakközépre azért esett a választás, mert ott nem volt felvételi. Szerepelt még a Vignár Jenő műszaki szakközépiskola, illetve a vendéglátóipari szakközépiskola. Az egészségügyi szakközébe felvettek, és akkor úgy voltam vele, hogy majd a szociális ágazat, az azért érdekes lehet, a szociális ágazatot fogom választani. Maga az egészségügy, a kórházi millió az mindig is taszított abban az időben. Rettentően óckodtam, ha a kórházba be kellett menni. És hát a lustaságomnak köszönhetően, amikor másodéven a nagy gyakorlatot el kellett volna intézni, a korábbi óvodámba ugyan a papírt bevittem, de el már nem mentem érte. És az akkori gyakorlatvezetőm hívott föl, hogy hát el kell intézni mindenképpen a nagy gyakorlatot, különben évismétlésre leszek kötelezve, annak ellenére, hogy mindenből már akkor levizsgáztam. És így kerültem én az Egri Markut Ferenc megyei kórház trauma-szeptikus osztályára, ami nem volt egy szívderítő látvány. Akkor úgy gondoltam, hogy majd valahogy elblicceljük ezt a gyakorlatot, de hála jó Istennek akkor még azért olyan oktatók és olyan főnővérek voltak, akik ezt nem engedték. És már a reggel 7 órási osztályátadáson közölték, hogy akkor igenis be fogok állni dolgozni. Megmondom őszintén, minden bajom volt. Szédültem, émelyektem, egyszerűen a kórháznak nem illata volt nekem, hanem szaga. És az akkori főnővér azt mondta, hogy akkor elmegyünk és injekciókat fogunk beadni. Hát ott teljesen végem volt. És egy idős bácsinak kellett egy véralvadásgátló készítményt adni, egy, most már tudom, hogy kis molekula súlyú heparin volt ez, egy hasbaszúrít, és izzadtam, remegtem, remegett az injekció a kezembe, és a bácsi az megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy ne izguljon, fiatalember, menni fog ez magának. És beadtam az injekciót, és utána a főnövér is megdicsért, illetve az idős úr nagyon hálás volt, és akkor valami eltört bennem. Akkor elkezdett úgy érdekelni az egész, és olyan szinten beleástam magam az egészségügynek ebben, a már nem szociális vonalába, hogy ott is maradtam nyáron dolgozni a kórházban, és igyekeztem minden nyarat végig dolgozni az egészségügyben. Akkor még középiskolás voltam? Így van, igen. És azután, gondolom, befejezted az egészségügyit? Igen, hát utána nem nagyon akartam tovább tanulni, úgyhogy Egerben a
az ortopédiai osztályon kezdtem el dolgozni, akkor még segédápolóként, mert sajnos az egészségügyi szakközében pont akkor volt az oktatásban egy ilyen nagy reformkérdés, és bár egészségügyi szakközében kezdtem, de már világbanki tagozatban fejeztem be, és nagyon-nagyon szimpatikus volt az ottani orvosok, illetve a nővéreknek a munkája. És akkor történt az sajnos, hogy édesanyám, aki folyamatos ülő munkát végzett, akkor egy porckorongsérvet diagnosztizáltak nála, és gyógytornászhoz kellett neki járni. És láttam azt a rohamos javulást, ami az ő életében beállt a gyógytorna hatására, illetve a fizioterápiás eljárások, és akkor eldöntöttem, hogy én gyógytornász szakra fogok járni. Elmentem, külön órákat vettem, akkor még a Légrádi Gyuri bácsitól, ő tanszékvezető volt az Eszterházi Károly Főiskolán, és biológiából, illetve kémiából felkészített magára a főiskolai felvételire, akkor még teljesen más felvételi rendszer volt. És hát három helyre adtam be a jelentkezésemet, Pécsre, Szegedre, illetve Budapestre, és hát mind a három helyre felvettek, értelemszerűen Pécs volt az első megjelölve, úgyhogy oda felvételiztem, és akkor oda fel is vettek gyógytornász szakra. Így kerültél Dél-Magyarországra? Így van, és addig sem voltam tétlen, amíg ugye a főiskolára jártunk, hiszen folyamatosan a főiskola mellett dolgoztam különböző kórházi osztályokon, például a szívgyógyászati klinikán, vagy a Pécsi megyei kórház diabetológiáján fertőző osztályon, tehát olyan szinten magával ragadott ez az egész millió, és nem csak a rehabilitáció része, hanem akár a sürgősségi ellátás is, hogy nem is volt kérdés, hogy én a főiskola mellett dolgozzak. És hogy keveredtél Bátaszékre? Azért az még Baranya megye. Az államvizsga, én 2006-ban államvizsgáztam a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán gyógytornász szakon, és utána elkezdtem dolgozni a Zsigmondi Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházba, illetve a Termál Hotelba dolgoztam még gyógytornászként. De megmondom őszintén, akkor nem volt valami nagy perspektíva gyógytornásznak lenni. Egyrészt az akkori megbecsülés még nem volt a legmegfelelőbb, ha így a diplomás béreket nézzük, és a mentőállomáson kaptam lehetőséget, Pécs 1-es mentőállomáson. Beadtam a jelentkezésemet, és egy hónapon belül behívtak. Ha jól emlékszem, 8-an jelentkeztünk akkor az állásra, és 3-unkat vettek föl egy-egy hetes nevezű kiképzésnek, és tanulás követően kellett tenni egy vizsgát, és akkor Pécs egy mentőállomáson kezdtem el dolgozni. Majd látva az akkori mentős fizetéseket, elcsábított a gyógyszeripar. Gyógyszeripari területi képviselőként töltöttem közel 10 évet. És hát akkor a regionális igazgató bajtárssal beszélve azt javasolta, hogy ne is folytasson félállásban a mentőzés, hanem koncentráljak magára az orvoslátogatásra. És így is tettem, és eljöttem ugye akkor a mentőszolgálattól. Majd amikor belerázódtam a gyógyszeriparba, akkor azért éreztem, hogy hiányzik a mentőzés. Persze a rehabilitációt az folyamatosan szinten tartottam, és képeztem magam, tanultam, és folytattam rehabilitációt. Házi betegellátó BT-knél és különböző gyógytornászok megbízása alapján dolgoztam. És volt egy gyógyszeripari projekt, ami a stroke-hoz kapcsolódott, ami a Délpesti Centrum Kórházba, illetve itt Szekszárdon folytattunk. És mivel Pécsre már nem tudtam visszamenni, mert akkor jelenleg nem volt hely, így gondoltam, megkérdezem a szekszárdi akkori mentőállomásnak a vezetőjét, illetve a megyei vezető mentőtisztet, és így kerültem vissza a mentőszolgálathoz. De akkor még Siklóson laktunk, és folyamatosan ingáznom kellett Siklós és Szekszárd között. Ez elég megerőltető volt, és amikor a bátaszéki mentőállomás megnyitott,
akkor az elsők között kértem magam át, ide Mátaszékre. Oda vissza 40 kilométert spóroltam, nem kellett olyan korán kelni, tehát ilyen szempontból a lustaság vitt erre a dologra, és úgy megszerettem Mátaszéket, az itt élő embereket, amikor vonultunk, illetve a kollégákat, akikkel együtt dolgozunk, tehát úgy magával ragadott, egy ilyen mini egerként képzeltem ezt el. Mindez idő alatt hogyan alakult a magánéleted? Hát még hát a... Most már több számba beszéltél, hogy laktunk, így akkor van. Ez sejtett valamit. Még a főiskolán ismerkedtem meg, volt mennyasszonyommal, aki most már a feleségem, és ő védőnőként dolgozik, tehát ő is egészségügyi dolgozó, ő is 2006-ban államvizsgázott, és akkor a főiskola elvégzését követően mi összeköltöztünk. Elég nehezen alakult ki, hogy merre tendáljunk az életbe. Laktunk Baranya megyében Kémesen, aztán Szalántán, aztán Siklóson. Akkor a gyógyszeripar miatt muszáj volt egy másfél évre Egerbe költözni, ott született már meg Gréta lányom. Majd újra vissza kellett költözni Siklósra, és ez a Herce Urca és a folyamatos költözés után mondtuk azt, hogy akkor szeretnénk valahol letelepedni. És azóta még két gyermekem született, úgyhogy most itt Bátaszéken feleségemmel és három gyermekemmel élünk. Mikor jött az életedbe a tűzoltóság? Ez a bátaszéki költözés kapcsán jött. Ugye maga a tűzoltóság, a mentőzés, illetve az embereken való segítés, a segítségnyújtás az valahogy mindig az életem része volt. Tehát szüleimtől én mindig azt tanultam, hogy teljesen mindegy, hogy anyagilag ki hogy áll, nem ez a fontos az életben, hanem az, hogy erkölcsileg mit tudunk hozzátenni. És látva őket egyébként, hogy ők is nyugodtan kitörhettek volna, de nem törekedtek erre, hanem igyekeztek emberileg mindent megadni, és én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, amit tőlük kaptam, az az alázat. Alázat a betegek irányába, alázat az embertársaink irányába, és ezek azok a munkák, amiben megtaláltam azt a tűzoltóságban, a mentőzésben, vagy akár a gyógytornában, a rehabilitációban, ahol a leghatékonyabban tudunk segíteni. Kicsit kanyarodjunk akkor vissza a gyógytornához. Mikor hoztad létre ezt a stúdiót, és mindig is azt gondoltad, hogy te ezzel fogsz főállásba foglalkozni? Igen, ez már nagyon régóta terv volt, hogy egy saját kis birodalmat létrehozzunk, ahol mi dönthetünk a idézőjelbe a paciensek, vendégek, betegek sorsáról. Azt kell, hogy mondjam, hogy magában a kórházi gyógytornában, illetve az intézményi gyógytornában nem találtam meg annyira a számításomat. Egyrészt folyamatosan az időhiánnyal és az emberhiánnyal küzdöttünk, és ott nem lehetett, legalábbis én nem tudtam minőségi munkát végezni olyan szinten, hogy kihozzuk az emberekből a 100%-ot. Azt gondolom, hogy Magyarországon még maga a gyógytornász szakma az nem feltétlenül van azon a polcon, ahová való. Tehát manapság már egy intenzív terápiás részlegen egy beteget rehabilitálni gyógytornász nélkül nem lehet. Tehát nem lehet őket visszailleszteni a társadalomban. Gondoljunk egy amputált betegre, egy féloldali bénultra, ahol igenis folyamatos gyógytornász jelenlétnek kellene lenni. De valami oknál fogva ez nem feltétlenül működik jól. És ezért döntöttem amellett, hogy fő csapás irányként a gerincgyógyászat, ortopédia és traumatológia lesz az, ami mellett leteszem a voksomat. Ez abszolút kimeríti az érdeklődési körömet is. És kettő évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy akkor nyitok egy kis magánrendelőt, akkor még ugyan Alsónyéken és egy-egy beteggel indítottam el. Majd rá egy fél évre költöztem át ide Mátaszékre. Egy másik helyre, és mivel folyamatosan nőtt a pacientúra, ezért bővíteni kellett a helyet, és így Mátaszéken a Budai udvarba sikerült kibérelni ezt a helyet, illetve azóta már bővültünk is, hiszen már egy gyógytornász kolléganővel együtt dolgozom. Aktív rehabilitációt a környéken gyakorlatilag csak mi végzünk.
Ez nem is az a rehabilitáció, lehet ezt mondani, nem, amit a kórházakban, az egészségügyi intézményekben csinálnak. Te nyitottál a keleti orvoslás irányába. Ez így van. Az volt a tapasztalatom, hogy, hogy nem egyszerűen ezekkel a dogmatikus, illetve hát nevezzük ezekkel az ortodox gyógytorna irányzatokkal, csak izomerősítés, egyszerűen nem tudjuk elérni a 100%-ot, illetve eléggé elhúzódó rehabilitációkat csináltunk, hiszen gondoljunk egy csípő vagy egy térprotézis műtétre, ami gyakran 6 hónapot vett igénybe, vagy 4 hónapot, pacienstől volt függő, és azon kezdtem el gondolkozni, mi lehet a probléma. Miért nem tudjuk, hiszen mindent a szakma szabályai szerint csinálunk, társkezeléseket vonunk be, elektroterápia, masszázsterápia, és mégsem alakulnak úgy a paciensek, ahogy azt mi szerettük volna, vagy hogy a kezelési terveinket felállítottuk. És a Jumeiho terápiában találtam meg azt a fajta módszert, amivel rövidebb idő alatt tudjuk a rehabilitációt elvégezni. És hát ez egy nyilván egy japán technika, ami nem új keletű, hiszen még a Shaolin völgyből származik, és sokáig nem nagyon találtam meg azt az iskolát, ahol én ezt el tudtam volna sajátítani. Aztán valami oknál fogva kicsit a Jumeiho társaság is úgy összekapta magát. A japánok is megadták azokat az irányvonalakat, ami alapján történik az oktatás, ami alapján történik a képzésnek a felépítése, és ez nemzetközileg egy elfogadott dologgá vált. És ennek köszönhetően Galiotti Gábornál és Bakonyi Néprenker Hédinél megtanultam a Jumeiho terápiát, és tanulom még most is. Miben különbözik ez? Ez egy mély kötőszöveti masszázsként tudjuk felfogni, ízületi helyreállítással, illetve ízületi manipulációval, és ez azért tetszett meg nekem ez a technika, mert ha rossz ízületi pozícióban kezdjük el magát a mozgásterápiát, akkor rossz ízületi pozícióban fog is rögzülni az az adott izom, illetve nagyon nagy hangsúlyt kap a Jumeiho terápia során a kötőszövet lazítás. A kötőszövetről mindig is tudtuk, tehát magáról a fasciáról mindig is tudtuk, hogy van. Ezt most 2000 évvel ezelőtt már az ókori görögök poncolásnál is leírták. De az orvostudomány fejlődésével, amikor már endoszkóppal bele tudtunk nézni az emberekbe, ott láttuk meg az igazi működését. Tehát ahogyan fejlődött az orvosi diagnosztika, úgy jöttek rá egészen egyszerűen az emberek, hogy ez az élő szervezetben teljesen másképpen viselkedik, nagyjából a szőlő és a mazsola, így tudnánk összehasonlítani. És hát azt mondom, hogy nagyon jó eredményeket lehet vele elérni, porckorongsérv kezelésénél, vagy akár gondolok egy lumbolyos jalgiás problémára, ami nagyon gyakran ez a becsípődött a derek, ami így mondják csak az emberek. És azt gondolom, hogy ezt a kettőt kombinálva a mozgásterápiát, a Jumeiho terápiával és az ilyen fascia hangsúlyos technikákkal nagyon-nagyon gyorsan tudunk haladni, és nagyon jó eredményeket tudunk elérni. Megtaláltad, úgy érzed, a számításodat ebben? Igen. Ez mindig, tehát ez az a terület, ahol mindig van mit tanulni, mindig fejleszteni kell saját magunkat, és azt azért mindenki higgy el nekem, hogy attól jobb érzés nincs, amikor a páciens úgy jön vissza, hogy figyelj, 15 éve fáj a derekam. És az első 2-3 kezelés után, ha nem is tudtuk 100%-ban megszüntetni a fájdalmat, de jelentősen csökkent. És tud újra aludni, el tud menni újra a boltba, tudja a hétköznapi életét élni, és ezek azok az alappillérek az életemben, amit ugye még a szüleimtől kaptam, hogy igen, tudunk segíteni az embereken. És ez hihetetlen energiával és a hétköznapi életben iszonyú intenzitással tölt el, és ez az a munka, amit reggeltől estig folyamatosan tudok, meg szeretek is csinálni. Hát akkor további sok sikert kívánunk hozzá. Köszönjük a beszélgetést, a nézőknek pedig a figyelmet, viszontlátásra.